Nem, köszönöm, nem, úgy értem, nem. Ezt az egyet? Nem, köszönöm, még egyet sem. Há? Tényleg X-tapában építesz szállodát? Tony nem említette? Nem beszélünk üzleti dolgokról. Ebben nem vagyok partner. Egyelőre nem, Clark. És attól tartok, hogy már nem is leszek. Én most... megyek lefeküdni. De először szeretném megköszönni, asszonyom, hogy részt vehettem életem legjobb és legérdekesebb partiján. Köszönöm. Köszönöm. Micsoda illata van. Apa, elkísérlek, jó? Kísér. Jó ét, hölgyek. Jó éjszakát. Jó ét, Mr. Svensson. Jó ét. Elkísérem apát. Menj csak, persze. Pocsék este volt. A feleséged nagyon szép, és a testvére is csinos. Kicsit csendes, de helyes. Igen, a középosztályból származnak. Nem könnyű beilleszkedniük a mi világunkba. Mivel foglalkozik Mr. Svensson? Állami alkalmazott. Ó, hamupipőke megtalálta a herceget. Gratulálok, Tony. Csodálatos nő lehet, ha elvetted feleségül. Igen, az. Hol van Max? Nemrég ment el. Mit akarsz megint? Gondoltam, választ kapok. Adtál néhány napot. Igen, tudom, hogy adtam, de nem bírom kivárni. Max, kérlek. Kérlek. Én is pontosan ezt mondom, Rachel. Ha azt akarod, hogy hallgassak, hallgatok. De ára van. Ezt ne kérd. Valószínűleg nem mérted fel, hogy mit veszítesz, ha nem teszed meg. Gondolj a testvéredre. Marnie egyedül fog elrohadni egy börtönben. Rachel! Igen vagy nem? Mennem kell, Max. Tony hívott. Válaszolj. Igen vagy nem. Ha akarod, most rögtön elmondhatom mindenkinek, hogy mit művelt Marnie. Rachel, hol vagy? Most nem tudok dönteni. Igen vagy nem? Válaszolj. Igen, jól van. Megteszem, csak hagyd békén. Hol jártál? Szia. Szia. Csak apával beszélgettem. Miért vagy ilyen ideges? Mi? Én? Miért talán nem lehetek néha ideges? Dehogy nem lehetsz. De biztos van oka. Mondd el, mi a baj? Kényelmetlenül érzem magam a barátaid közt. Ne butáskodj. Szimpatikus vagy nekik. Ezen kívül Andrew egyfolytában csak rólad beszél. Igen, mert Andrew nem tudja az igazságot. És nem is fogja megtudni. Szívem, ki kell találnunk valami hihető történetet, mert Andrew meg fogja kérdezni, hogy hogy találkoztunk. Mit akarsz mondani neki, és mi lesz, ha rájön mindenre? Nagyon kínos lenne. Ne foglalkozz ezzel. Rachel, te és a családod nem hibáztatható semmiért. Max a bűnös. Ettől függetlenül nem akarom... elmondani nekik, hogy mi történt. Nem tartozik rájuk ez az egész ügy. Nem. Jobb, ha nem tudják. Igazad van. Próbáld meg elengedni magad. Minden rendbe fog jönni. Ezen kívül pedig csak Victoria és Max tud arról, ami itt történt. És ők hallgatnak. Megígérem. Menjünk, azt hiszik, elvesztünk. Na, gyere. Thank you.
kinyitva az ajtó. Ne sírj, Marni. Nem tudtam, hogy ez ilyen szörnyű érzés. Elmondtad apának? Nem. Szerinted Max fölfogadni? Nem hinném. Akkora idióta vagyok. Hogy mondhatsz ilyenek? És ha Max elmegy a rendőrségre? Börtönbe kerülök, ugye? Ismered furdalásomban. A bűntudatod nem támasztja fel azt az embert. De tudom. Mi lesz, ha az az alak több pénzt akar majd, és Max nem fizet neki? Ezen majd akkor törjük a fejünket, ha bekövetkezik. Tony tud róla? Nem. Ó, ha tudná, azonnal kidobna minket innen. Most az a legokosabb, ha megpróbálsz egy kicsit aludni. Nem. Nem tudok, ahogy leunyom a szemem, rögtön újra látom, ahogy elütöm azt az embert. Próbálj meg aludni egy keveset. Tudtam, hogy így fogsz megnősülni. Hip-hop. Mert így nem lesz időd megbánni. Fülig szerelmes vagy, ugye? Igen. Miért? Furcsának találod? Nem én. Csak eddig mindig vigyáztál magadra. Ésszel irányítottad az érzelmeidet. Ez igaz, de ez a lány más, mint a többi. A szerelmes férfiak szövege. Komolyan mondom, hogy Rachel egész különleges nő. Igen, elhiszem. Hol ismerted meg? Ez nem lényeges. Csak az a fontos, hogy benne... megtaláltam azokat a tulajdonságokat, amelyeket egy nőben kerestem. Tudtam, hogy ki fogsz nevetni. Persze, hogy nevetek rajta. Miért? Mert még emlékszem, mikor jókat mulattál rajtam, mert teljesen oda voltam egy lányért. Tudtam, hogy eljön a te időd is. És el is jött. Eljött, és én örülök neki. Félretéve a tréfát. Sok boldogságot kívánok. Köszönöm. Remélem meg lesz.